Nagy nehezen ezt a rohadékot sikerült szétgubancolnom. Szóval... Nem! A rohadt életre már, hát nem igaz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban könyvekből fogok karácsonyfát építeni. Ezt a videót ugye minden évben meg szoktam csinálni, sőt, amúgy minden évben épít, vagy hát már egy-két évvel a YouTube csatorna indulása előtt is építettem, azt hiszem, karácsonyfát könyvekből. Úgy rémlik nekem legalábbis. Úgyhogy ez lesz a mai program. Előzetes dolgok. Egy, ismerkedjetek meg az új székemmel. Szék, köszönj a nézőknek. Ez egy nagyon-nagyon új szerzeményem, és nagyon örülök neki. Tök régóta szerettem volna egy ilyen kárpitozott székfotelszerű akármicsodát, csak egy vagyonba kerülnek újonnan, és anyáik találtak nekem használtan is. És imádom, mert végre nem három, na jó, nem párnákon kell ülnem. Szóval eddig egy puffon ültem, amire raktam legalább egy, de néha két párnát, hogy elég magasan legyek ahhoz, hogy így ebben a két polcban legyen a kép. Mert hogyha simán a puffon ülök, akkor így odáig érek csak. És most ezzel a székkel megoldódott a probléma, és nagyon kényelmes, úgyhogy ő lesz az új társam. Illetve másodlagos információ, két nappal ezelőtt sikeresen lehajoltam úgy felhúzni a mamuszom, hogy irdatlan módon meghúztam a hátam, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire. Most már jobb, de még mindig érzem, és nem tudom, hogy csináltam egyébként, mindegy, de a lényeg az, hogy kicsit nehezen hajolok. 21 évesen. Na mindegy, de én ezt meg akarom most csinálni, és nem tudom, hogy meddigre múlna el, de most van időm, meg most takarítottam ki, tehát, hogy most így jó a szőnyeg állapota is. És igen, úgyhogy lehet, hogy néha majd furán fogok hajolni, akkor ez azért van, mert fáj a hátam. Illetve én fogok közben zenét hallgatni, amit nem hallotok, mert a YouTube még a végén leveszi a hangot a videóról, de hogy ha majd így táncikálok, az azért lesz. És eddig mindig nagyon alacsony karácsonyfákat építettem könyvből, úgyhogy most idén megpróbálom kicsit magasabbra, mert mindig ilyen kis dagi alacsonyakat építettem, és most rájöttem, hogy igazából magasabbra kéne, és akkor jobban fenyőfa alakja lenne. Úgyhogy meglátjuk, mit tudok összehozni, meg majd le kell fotóznom a polcot, hogy tudjam, mit hova kell visszapakolni. Úgyhogy lássunk neki, szerintem ide fogom egyébként építeni a polc elé. Szóval kezdjük, és reméljük, hogy a hátam hagyja ezt az operációt véghez vinni.
ki legyen idén a csúcs dísz. Amandó leszek. Legyen Legolasz. Ha megáll. Ha nem állsz meg, nem lehetsz csúcs dísz, jó? Ez nem jó, mert nem nézel oda, akkor nem lesz a csúcs dísz. Legyen idén is Dobi. Legyen idén is Dobi. Dobi, tiéd marad a hely. Szuper, mutatom. Nem, oda, arra fókuszálj. Na, ez amúgy már egész karácsonyfa alakú, azt hittem én is ehhez elég könyvem. És az utolsó simítás. Ja, Istenem, pedig ezt széttettem. Nagy nehezen ezt a rohadékot sikerült szétgumbácolnom, szóval. Nem! A rohadt életre már, hát nem igaz. De eldobjuk hátra. Nagyon csinni, semmi nem látszik belőle, mert világos van. Várjunk. Tadám! Szóval ez lett volna az idei könyvekből karácsonyfa építős videóm, és ezzel a videóval szeretnék mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket is kívánni. Úgyhogy még idén egy videóban találkozunk, a Baki Parádéban, és aztán már 2022 lesz. Úgyhogy kellemes ünnepeket még egyszer mindenkinek, meg boldog új évet előre is, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!